Szeretettel köszöntöm az irányvonal adásának a követőit, hallgatóit, nézőit. A mai kérdésünk, hogy melyik karácsonyi csillag ábrázolása helyes, vagy nincs igazán ennek jelentősége, hogy 5 vagy 6 vagy esetleg 8 ágú csillagot rajzolunk a karácsonyi képekre. A, a kérdés a csillagokkal kapcsolatban persze örökké aktuális, hiszen ezek olyan ősi szimbólumok, hogy hogy nem is lehet visszavezetni, hogy mióta használja az ember a fényforrásaként a csillagot, mint ábrázolást. Minden kultúrában szerepel a csillag, és talán ezért is van az, hogy éppen itt a hány ága vége, boga van a csillagnak kérdésnél, nem elvonatkoztatható az ideológiai jelentés, ugyanis a különböző kultúrákban különböző berendezkedésekben, leginkább a csillagok száma, vagy állása, hogy fejreállítjuk, vagy talpára például az ötágú csillagot, vagy a hatágú csillag, ami ugye inkább a, a zsidóság lelki örökségének a kifejeződése valamikor a Reformáció előtti évszázadok óta, vagy a nyolcágú csillag, ami a, a hivatalos, úgynevezett hivatalos karácsonyi csillag, szóval ezeknek olyan igazán bibliai jelentősége nincsen, tehát a kérdés második részére térve igazán nem döntő, tehát nem érdemes ezen kenyértörésre vinni a dolgot. A Bibliában a csillag Mózes első könyvétől, bizony szó szerint jelenések könyvének majdnem az utolsó szavaig egyébként egy kulcsjelkép. Megjelenik a csillag egyébként, mint fizikai jelenség, tehát a rákeresünk a konkordanciában, akkor a csillag szónál rengeteg találatot fogunk találni, és ezek nem kis részében, például a jobb könyvénél, kimondottan a természeti jelenségről van szó, de jelen van a maga jelképes értelmében is. És hát a legszebb, vagy a leghíresebb ószövetségi csillag idézet, aminek viszont egyenesen adventi jelentősége van, ez Mózes negyedik könyvének a 24. fejezetében olvasható a 17. versben. Ez az a bizonyos adventi csillag egyébként, amit próbálunk itt akár a sarkai szám alapján azonosítani Jézus földre születésékor. Itt szól ez az ige, tehát a Mózes negyedik könyve 24. fejezetében. Látom őt, de nem most, mondja a proféta, nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Ez volt az az ősi profécia, ami ami Izrael kivonulása utáni időszakban jelölte a majdani dicsőséges, fényes uralkodónak az eljövetelét, akit itt a csillagszóval ad vissza, mint láthatjuk, se 5, se 6, se 8 csillagról nincsen szó. Egyszerűen csak azt fejezi ki, hogy jön majd valaki, hiszen a csillag egyébként mindig szemét jelöl a Bibliában, akár pozitív, akár negatív személy, hulló csillag, bukott csillag, például Lézselyes könyve 14. fejezetében, Babilon uralkodója. Itt azonban Mózesnél egy gyönyörű proféciáról van szó. Valakiről, aki majd a csillag lesz, aki Jákobból származik, királyi pálca lesz Izraelből. Izraelnek, a választott népnek, az Isten földi képviselőinek, a valódi vezére, valódi királya lesz ez a valaki, olvashatjuk, tehát a, a Krisztus előtt mintegy másfél ezer évvel, de legalább talán 14 évszázaddal megfogalmazott jövendőlésben. Egyértelműen jelképről van szó, ezért is nem számoltuk össze a sarkait, és a profécia sem utal erre. Visszatükrözőről, valakiről, aki utat mutat, valaki, aki a sötétségben a fény, majd láthatjuk később a hajnalcsillag, és itt azért az adventi csillagnál egy pár gondolatra érdemes megállni, hiszen nem kevés csillagász kutatásai, ókori naptár feljegyzések iránti érdeklődése vezetett odáig, hogy a betlehemi csillagot nagyon-nagyon sokféle tudományos azonosítással próbálták visszaadni, akár itt a jupiter Saturnus együttállás kapcsán nagyon sokat foglalkoztak azzal, amit majd olvashatunk Máti evangéliumában a, a, a teljesedésnél és a híres jövendülés, ószövetség jövendülés teljesedésén. Nagyon sokat foglalkoztak azzal, hogy ez a csillag áll is, meg mozog is. Egyesek egészen odáig mentek, hogy amikor a bölcsek Betlen felé menve egy bizonyos kereszteződésben jobbra vagy balra fordulnak, akkor a csillag tulajdonképpen már az ő irányukba mozgó, tehát állónak tűnik, és gyakorlatilag precizebbné precizebb magyarázatok próbálták visszaadni, hogy akkor hogyan is képzeljük el ezt a híres adventi betlehemi csillagot. A belső magyarázat hívei, tehát akik inkább azt mondják, hogy magát a csillagot a Bibliából próbáljuk meg azonosítani, inkább azt mondják, hogy a pásztoroknak is megjelenő angyal csapat képezett valamiféle mozgó égi fényességet, ami vezette a napkeleti bölcseket. Így jutunk el tehát Betlehembe, ahol azt olvashatjuk Máté Evangélium a második fejezetének a feljegyzései szerint, a második, hetedik, kilencedik és tizedik versekben, hol van a zsidó királya, aki megszületett, mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki, mondják a bölcsek. Ekkor Heródes titkon hivatta, a bölcseket szorgalmatosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét. Ők pedig a király beszédét meghalva elindultak, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment, mindaddig, amíg odaérve megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. A csillag értelme tehát sokkal fontosabb, az, hogy ez a csillag, az a kisgyermek volt, akiről a régi-régi ószövetségi jövendődés szólt, az a valaki, aki királyi pálca, aki ítélő, bíró, vezető a választott népnek és a megszülető keresztény egyháznak is. Nincs időpont is, ez egészen zavarba ejtő, hiszen a, a, a csillag megjelenésének későbbi mai szóval karácsonyi időpontra helyezése is tudjuk, hogy még a római egyházfő az aktuális pápa szerint sem ismert. Inkább valami őszi időpont lehetett ez, hogy kint voltak a bárányokkal, még a pásztorok. A morfológiai kutatások sem vezetnek sehova, tehát a csillag ábrázolása, hogy pontosan milyen csillag volt, ez sem kideríthető a Szentírás szövegéből. Azonban az, hogy nagyon fényes volt, és hogy nagyon nagy örömöt szerzett az embereknek, pásztoroknak, bölcseknek, Máriának, Józsefnek, és később aztán sok-sok száz, sok ezer, és azt hiszem néhány milliárd embernek még a Földön, ez kétségtelen. És ez az, ami tulajdonképpen az igazán hangsúlyos a csillaggal kapcsolatban, és ne engedjük meg, hogy karácsonyi hány sarka van a csillagnak viták egy pillanatig is ezt az örömünket kioltsák, Mert Jézus Krisztus majd ezt a képet idézi jelenések könyve 22. fejezetében, a 16. versben: Én vagyok Dávidnak a ma gyökere és ága, a ma fényes és hajnali csillag. A lényeg a fénye, az a hogyan világít, az a hogyan fényt ad a sötétben is hogyha jelenések könyvéről volt már szó, a legőszintébben ábrázolja Jézus első adventje és dicsőséges második visszatérése közötti történelmet. Egy bizony bealkonyuló emberi világ történelemről szól, de nem gyönyörű, hogy minél nagyobb a sötétség, annál világosabb, annál fényesebb a csillag. Én vagyok a ma fényes hajnali csillag. Nem tudjuk, hány sarka volt, de jó ez így, nem is kell ezt tudnunk, a fényét lássuk, ez a fontos. Úgy legyen.